terétesekkel készültek? Túrós, meggyes, mákos, almás, tökös mákos, káposztás, szilvás. Hány tepsi ez a sokféleség? 20 körül. Minden évben azért itt vannak a sáriak, és részt vesznek a rétes utcán. Mitől jó ez a sári rétes? Mitől az igazi az íze? Hát ez egy hagyomány, a sári rétes. Hagyományosan zsírral készítik? Nem, én a túrosba csirkezsírt teszek bele. Csirkezsírt? Igen, avval még finomabb. És a tésztájába? Tésztája, liszt, víz, egy kis só. Sokat dolgoztak vele, nyugtasson meg, nem ettől vannak ezek gipszben. Sokat dolgoztunk vele, és egy, lehet két, így is lehetett. Mire számítanak, hogy fog fogyni ma a rétes? Remélem el fog fogyni. Ugye nem maradt soha belőle? Nem, sose maradt még. Skladaj mese, počtyri, počtyri, že by malo ajčižmi, ajčižmi. Skladaj mese, podzešec, že by malo ajčepec, ajčepec. Krstný otec, krstná mat, môžu oni pohľadať, pohľadať, keby dačo zostalo, zostalo, najbyšemu pridalo, pridalo. Keby dačo zostalo, zostalo, najbyšemu pridalo, pridalo. Jaká je ta krstná macer, neveselá, a zdaj na nej ta hustučka požičená. Požičená a zdaj nieký, bo ona požičuje vše na veky. Jaký je ten krstný otec neveselý, a zdaj na ňom telaj byčok požičený. Požičený a zdaj nieký, vša von ho požičuje vše na veky. Požičený a zdaj nieký, vša von ho požičuje vše na veky. Verba, verba vykúkaná, krstná mac namalovaná, ktože nám ju vymaloval, Pán Boh nám ju podaroval. Javor, javor vykúkaný, krstný otec malovaný, ktože nám ho vymaloval, Pán Boh nám ho podaroval. Ktože nám ho vymaloval, Pán Boh nám ho podaroval. Na hát gyönyörű sári rétesek vannak az asztalon, most hordták be a fiúk, mivel készültek? Hát készültünk mindenféle rétessel, tehát én a hagyományos rétes szeretem. Igazándiból most van egy olyan újításom, hogy csokoládést is csináltam. Csokoládést, ami még nem volt sehol sem. Kiolvastunk egy könyvből, és akkor így úgy vettem észre, hogy nagyon jól sikerült. Azért nyugtasson meg, a túrós, a káposztás, meg ez, a igazi sári rétesek azért itt vannak. Igen, igen, én a hagyományokhoz, tehát én nem, máshol nem javítok. Tehát az a igazi túrós, igazi meggyes, igazi káposztás, almás, minden hagyomány. Milyen hagyományt csinál, és így szeretjük. Hány tepsivel sütöttek? Hát azt hiszem 20-szal gyerekekkel együtt, a fiam is gyúrta, mert azért ez elég nehéz munka, úgyhogy a fiam meg az unokám, ők gyúrták, mi meg nyújtottuk a kislánnyal, ugye a unokák, meg a fiam. Mennyi ideig készült? Hát ez nagyon nehéz. Elkezdtünk reggel,
És én azért még kisütöttem otthon őket, mert úgy gondoltam, hogy talán ez a legjobb, ha én magam sütöm ki. Úgyhogy ma hajnali 4:30-kor keltem, akkor sütöttem, és tartott egész nap, mire összeszeleteltem, elkészítettem. Az egész napomot, de örömmel csinálom. Azért már nem is vagyok fiatal, de akarom, hogy a gyerekeim is tudják csinálni, meg az, hogy a falu mér, hogy a falu ne maradjon, úgyhogy legyen a hagyomány mindig, amíg bírom, fogom csinálni. Érdekli a fiatalokat? Igen, nagyon érdekli. A unokámnak a barátnője először csinálta, mondtam neki, hogy 5-ösre vizsgázott, mert rájött arra, hogyha kiszakadt, még foltozni is tudta. Tehát ez már egy nagy dicső. Igaz a mondás, aki sári rétes tud sütni, az már férhez mehet? Igen, azt mondják, hogy igen, mert én úgy gondolom, sáriban majdnem az én korombeli asszonyok már tudnak, mindenki tudott csinálni. Jó napot kívánok, dobri gyen! Szeretettel köszöntök mindenkit a 11. Rétes utca fesztiválunkon, amely a 18. Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre. Nehéz helyzetben voltunk, mert a tavalyi napon az eső teljesen elrontotta a napot, be kellett szorulnunk egy szűk helyre a régi művelődési házba, és mivel a sári napok, a Rétes utca az egybe szokott esni a sári búcsúval, és nagyon jól tudjuk, hogy a sáriaknak ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon készülnek a vendéglátásra, és nagyon leterheli az asszonyokat. Úgy döntöttünk, hogy az idei évben hát a szerencsésebbek leszünk az időjárással, és egy kicsit termentesítjük az asszonyokat, megtörténik a búcsúra való készülődés, és utána néhány héttel később pedig a Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében megrendezzük a 11. Rétes utca fesztivált. Hát elérkeztünk ide. Tegnap még gyönyörű idő volt, aztán ma reggel arra ébredtünk, hogy attól rettegtünk, hogy megint szétmossa az eső ezt a mai napot, és még délután is riogatott ezzel. Úgyhogy nem igazán tudtuk eldönteni, hogy most egy kinti nagy színpadon és a köré szervezve legyen a Rétes utca. Egyébként úgy is illik, egy Rétes utca az utcán zajlik, egy Rétes utca fesztivál, de hát így megosztottan a színpadi produkciók itt ebben az új létesítményben, ebben a kultúrteremben zajlanak, és hát kint pedig párhuzamosan megy a Rétes utca fesztivál, a Rétes kóstoló a sátrakban, és minden egyéb kiegészítő programmal. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást, hogy ennyien érdeklődnek a sári Rétes utca programja iránt. A 18. Dabasi Napok rendezvény sorozat számomra azért is kedves, mert egybeesik az én polgármesteri választásommal, tehát 18 éve vagyok polgármester, és 18 éve van Dabasi Kulturális Napok. Köszönöm szépen! Hát megmondom őszintén, hogy szívesen és örömmel szeretnék tovább öregedni ezzel a rendezvénysorozattal ebben a pozícióban, amíg erre szükség van, amíg mondjuk hasznára tudok lenni a közösségnek, és tudom szolgálni teljes szívemmel és teljes erőmmel a sáriakat, a dabasiakat, a gyorniakat, ezt a közösséget és ezt a várost. Bízom benne, hogy lesz a lehetőségem. De most ma ennél sokkal fontosabb, hogy jól érezze magát mindenki, aki itt van, hogy azt mondhassuk, hogy van egy rendezvényünk, van egy eseményünk, egy olyan gasztronómiai esemény, ami nem csak a miénk, hanem messze távolra viszi a hírét a sáriaknak, messze távolra viszi a hírét ennek a kisvárosnak, ennek a közösségnek. Különösen is fontos erről beszélni, hiszen sajnos ezen a héten egy szomorú eseménnyel kezdődött ez a hét. Mrázné Bukowski Vera nénitől köszöntünk el, sajnos nem élte meg a 90. születésnapját, 89 évesen köszöntünk el tőle, búcsúzott el tőlünk, szakadt el egy szál múlt és jelen között, de nekünk fiatalabbaknak, az utánövő generációknak folytatni kell azt a munkát, amit ő is végzett. Ő minden egyes korosztályra jellemző népviseletet megvart babákon, ezt megörökítettük, megtarthattuk az ő munkájának eredményeként a gyerekviselettől, a fiatalokon keresztül, a középkorúak és az idősek viseletén keresztül mindent megörökített Vera néni. Ezt nekünk tovább kell vinni. Az ilyen típusú népviseleti ruhákban vannak most egyébként az asszonyok és a lányok is.
Úgyhogy van mit tennünk, és van kit követnünk. Elég sokan vagyunk ahhoz szerintem, hogy a hagyományainkat szépen tudjuk ápolni, hogy büszkék lehessünk, büszkék maradhassunk a múltunkra, és hogy hidat tudjunk építeni a múlt és a jövő között, mi a jelenkorban, jelenben lévő emberek. Hát azzal, hogy most itt vagyunk, azzal, hogy együtt töltjük ezt az időt, ezt a néhány órát, hogy együtt ünnepeljük a Rétes utca fesztivált és ezt a nemzetiségi találkozót, ez is egy olyan közös cselekedetünk, egy olyan közös kulturális megnyilvánulás, ami a hídnak egy pillére, a múlt és jövő közötti hídnak az egyik pillére. Tehát nagyon fontos, hogy itt legyünk, a személyes jelenlét, és ami ennél fontosabb, és akikre nagyon büszkék vagyunk, és nem tudunk kellőképpen hálásak lenni nekik, azok a hagyományőrző csoportok, akik a népzenében, néphagyományokban, népdalokban, mindenféle kulturális megnyilvánulással őrzik a hagyományt, bemutatják, hogyan éltek az őseink, és színesítik, gazdagítják a mai világunkat. Közülük is engedjék meg, hogy én most külön kiemeljem a Bazsalicska csoportot, a Bazsalicska együttest, akik az idén 10 évesek, 10 évvel ezelőtt alakultak, és Szlama László a vezetőjük. A Bazsalicska együttes egy fantasztikus kis közösség, akik most már nem csak amatőr szinten ápolják a hagyományokat, hanem egyre magasabb szintre, mondhatom azt, hogy már művészi szintre, értékelhető szintre emelték, mármint hogy versenyértékelés szempontjából magas szintre emelték a tudásukat, és sok díjat is nyertek, tehát most már nem csak itt és környékünkön ismertek, hanem az ország legkülönbözőbb részein, és sok kitüntetéssel rendelkeznek, gratulálunk nekik, és én most a 10 éves születésnapjukra szeretnék gratulálni, és külön szeretném Lacit kiemelni, akiért sokat aggoltunk, és hát vele együtt lélegzünk, vele együtt küzdünk, és éljük meg minden napjainkat, és nagyon jó látni, hogy Laci jó színben, jó erőben itt van velünk, és viszi tovább a Bazsalicska együttest, és ad erőt nekünk azzal, hogy hogyan lehet az életbe belekapaszkodni, hogyan lehet az élet szépségeit, gyönyörűségeit továbbvinni, és félretenni minden gondot, bajt, és a szépre és a jóra törekedni. Úgyhogy Lacinak ezt külön-külön köszönöm, és azt kívánom, hogy még nagyon-nagyon hosszú időn keresztül Bazsalicskával, a többi együttessel, a hagyományápolókkal, velünk ezzel a közösséggel, és mindenkivel, aki szeret minket, vagy szívesen közénk jön, minél több időt tudjunk majd együtt tölteni, és majd sok év múlva, majd akár a 15., 20., 25. évfolyamon is tudjam köszönteni őket. Úgyhogy gratulálok, nagyon jó egészséget, kitartást, Laci, és további sok sikert a Bazsalicskának. Engedjétek meg, hogy átadjak egy emléklapot, egy oklevelet, és ezzel az emléklappal, ezzel a dicsérettel, ezzel a köszönettel én egyúttal meg is nyitom hivatalosan ezt a mai napot, ami ugyan elkezdődött, és már kavalkátszerűen robog is előre, tehát hivatalosan is megnyitom a 11. Rétes utca fesztivált, menjen, peregjenek tovább a színpadi események, érezzék jól magukat, szép délutánt kívánok, és aztán jöjjenek el a hét többi eseményére is, még nagyon sok rendezvényünk lesz, gyakorlatilag minden napra jut legalább egy esemény a következő 7-8-9 napban, úgyhogy szeretettel várjuk önöket ezeken is, ma pedig érezzék jól magukat, egyenek sok finom rétest, legyen szép, kellemes ez a mai délután. Minden jót önöknek! És akkor most a már említett oklevél átadása következik. Kézműves termékekkel vagyok itt, most már 3. éve, visszatérő vásárlóimért, és mindig sok újdonsággal készülök. Hát mindig sok újdonsággal készülsz. Mennyi időbe telik ezeket a dolgokat elkészíteni? Van itt táskától kezdve, fonalkarkötő, minden? Hát 3 gyerek mellett igyekszem elég sok mindent, úgyhogy vagy csak pénztárcát varrok, vagy csak ékszert készítek, és akkor abból egy picit több mennyiséget, ugye ameddig a fonalszín vagy ilyesmi engedi, és akkor utána pedig megpróbálom mindenkinek szebbé tenni a napját a én kis termékeimmel. Szeretitek-e a rétest? Nagyon, most is már majd visszak haza a gyerekeknek. Van-e kedvenc? Hát mindenkinek másik. Inkább a tökös mákos szeretjük, meg a gyümölcsösöket. Te magad tudsz-e rétest készíteni? Hát én nem. Ja, mi szoktatok ilyenkor a hölgyekkel, a sütődésekkel eszpét cserélni, hogy mégis hogy kell megcsinálni?
Nekem van itt egy kolléganőm, amúgy itt egy picit arrébb a sátorba, és vele szoktunk beszélgetni, de inkább a munkahelyen, nem itt most, mert most itt nem szoktunk ráírni, se ő, se én. Yeah.
Hogy ízlik a rétes? Most eszem az elsőt, ez tökéletes. Annyira jó, hogy még ilyen finomat mostanában nem ettem. Milyen ízűt választott? Mákos. Szereti is egyébként? Hogy ne szeretném, persze. Egyedül a káposztás, amit nem annyira, de összes többit azt én nagyon. Sári rétes az kedvenc? Az igazság azt, hogy nem tudom, én Budapestről jöttünk direkt erre az alkalomra. Van ismerősünk Dabason, több is. És kimondottan ezt céloztuk, még nem voltunk még, úgyhogy még nincs semmiféle bizonyítási alapom. Hát akkor az elsőre jól vizsgázott? Hát úgy tűnik, hogy tökéletes, igen. És nem csalódtunk egyenlőre. Végigjárjuk, és viszünk haza is egy jó kis adagot. Jó étvágyat kívánunk, és érezzék jól magukat! Köszönöm szépen! Testvérek csapat, a férfi ember áll itt a pultnál és kínálja a rétest. Tudod-e sütni? Nem, ez édesanyámnak a reszortja. Én így veszek részt ebben, hogy árusítom. Ő megsüti, én árusítom. Tehát akkor anyu receptje és anyu süti-e? Persze, persze. Minden. Szereted a rétest egyébként? Hogyne, hogyne. Majdnem az összeset. Hát a káposztást azt inkább meghagyom másnak, de a többi az rendben van. Mivel készültetek mára? Hát sokféle, azt hiszem 8 féle rétessel készültünk összesen, medgyesmákossal, diósalmással, grízesalmás, túrós, káposztás, almásrépás is, ami diabetikus, és talán a sima medgyest hagytam még ki. Hát testvérek csapata vagytok, a lányok tudják-e a rétes sütni? Nem, a lányok ugyanúgy, mint én, csak az eladásban vesznek részt, az árusításban. De az itt anyukád majd kitanítja őket. Bízom benne, igen, hogy a recept nem vészel. Először vagytok itt? Igen, először vagyunk itt. Hát akkor reméljük, hogy visszatértek, és akkor jó árusítást kívánunk. Köszönjük szépen, minden jót kívánok. Nagyon sokféle rétessel készültek, de nekem megütötte valami a fülemet, egy vecsési recept. Sáriban vecsési recept? Igen. Savanyú káposztából, és kolbásszal. Füstölt kolbásszal. Úgy van aprítva, mintha megy lenne benne. Tehát akkor tulajdonképpen akkor ez egy sós rétes. Igen, hát savanyú káposztát egy kicsit megmostam, és semmi cukor, semmi, csak só, ami van benne. Viszik, mint a cukrot? Viszik, viszik. Sőt, a lányom is szereti, még mindig állján. Rátesznek otthon tejfölt, és úgy eszik. Hagyományos sári rétessel is készültek? Persze, természetesen. Túrós, medgyes, mákos, szilvás, meg édes káposzta, meg tejberizses, málnával.
Én szerintem ennyi. Azért a tejberizs az nem megszokott dolog egy rétesben. Honnan jött az ötlet? Teve is volt, és ízlett nekik. Ezt csak úgy kipróbálták, vagy olvasták valahol? Nem, a lány mondta, hogy csináljunk olyat. Van málna, veszünk rizst, és csináljuk. Na, akkor sok próbálkozást kívánunk, mert ezek nagyon jó ötletek, és akkor jó árusítást. Köszönjük szépen. Hát szeretnénk, hogy elfogyna minden idáig, még 10 éve, vagy 12 már mindig elfogy. Azóta csinálom a lánnyal együtt. Meg barátnők is jönnek segíteni, és úgy összedolgozunk. Szeretünk ide jönni, többször meghívnak bennünket, úgyhogy ez egy nagyon kellemes hely. Sikerült-e már kóstolni? Még nem, most értünk ebbe a percbe, de pogácsát ettünk, az finom volt. Köszönjük szépen. Szemeznek már azért a rétesen? Körbenézünk, csak itt megálltunk a körbe, kör közepén. Mesélne nekünk az öltözetéről? Hát ez még az anyukámnak a inge volt. Aki igen, örököl darabok, sőt a szoknya is, a kötény is, úgyhogy ez több mint 100 évesek. Hát akkor ez egy nagyon nagy érték. Érték, igen, nekünk nagyon nagy érték.
nagyon sajnáljuk, hogy nem tudjuk átadni az illatot, de isteni, gyönyörű réteseket készítettek, milyenekkel készültek most? Hagyományos réteseket készítettük idén is, amit otthon szoktunk a családunknak készíteni, vendégeinknek, úgyhogy készült túrós, mákos, szilvás, meggyes, káposztás, diós. Azért én olvastam a papíron, hogy itt azért vannak diódarabok, szilvalekvár, tehát van itt minden. Igen, igen. Hát igen, a sári rétesből az a titka, hogy nem szabad spórolni belőle, minden finomságot bele kell tenni, és akkor mindig kapunk egy-egy új ízt, mondjuk a diótól megint egy új illatot, a almától megint egy új illatot, a sok fahéjtól, a sok vaníliás cukortól, úgyhogy attól szállnak ezek a finom illatok. A Köztársaság utca az rutinos? Hát azt nem mondanám, hogy annyira rutinos, de igyekszünk, próbálkozunk. Azért simán mentek a dolgok a konyhában, és rugalmasan, szépen készült ez a rétes. Igen, igen, nagyon jól sikerült, úgy érezzük. Úgyhogy jó nyúlt, semmi probléma nem volt vele. Hát egy-egy baki volt, akkor volt egy kis nevetés, de hát ez ettől ilyen hangulatos. Hányan készítették? Nem voltunk idén sokan. Hárman voltunk napközben, és a végére érkezett még egy segítségünk. Úgyhogy igazából, hát azt mondhatom, négyen. Nagyon jó hangulatot kívánunk, nézzék meg a műsort, és hát fogyasszanak önök is ebből a gyönyörű rétesből. Köszönjük szépen, mi már megkóstoltuk, és mondhatjuk, hogy tényleg jó sikerült és finom. Hányféle rétessel készültek? Meggyes, mákos, túros, almás, meg milyen van, grízes. Már olyan sok, hogy nem is tudják? Nem tudjuk. Káposztás. Hány tepsivel sütöttek, azt számolták? 60. 60? Ez idáig talán a rekord? Hát igen. Ezt bírták erővel? Hányan sütötték? 5-en. Tehát akkor 5 tűzhely állt rendelkezésre? Nem, 5, több. Több. Vagy 8. Önöknél is nagyon nagy a sor. Viszik, mint a cukrot? Igen. Hányadik alkalommal vannak itt? Mi? Tizedik. Mert ez a 11. rétes utca, tehát a koronak is tőzsgyökeres. Csak tizedik, mert az elsőn nem voltunk. Na hát akkor reméljük jövőre is visszatérnek, és jó munkát kívánunk. Nem tudjuk még, azt meg is kell élni.